Egy viszonylag modern gépet raktál össze, de elfogyott a büdzsé a videókártyánál mostanában, ez mennyire lehet amúgy probléma? Megnéztem, hogy mit tud magában a legújabb Ryzen széria, hogyha játékra kerül a sor, kizárólag a beépített grafikus maggal. Ha frissen telepítettél Windows rendszert, de még hátra van az aktiválást, akkor most remek áron tudod beszerezni a Windows 10-et és 11-et a CD Cases webshopjában. Csak kiválasztod az adott rendszert és beütöd a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod a fizetés módját, én a PayPal-t ajánlom általában, de bankkártyával is tudsz. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok írni a gépházon belül a frissítés aktiválás menüpontban, és így aktiváltátok is a rendszert. Linket találtok mindenhez a leírásban. Az gyakran megesik, hogy egy komolyabb gépnél pont a videókártyára nem jut költségvetés, és a következő hónapig, a következő fizetésig el kell tolnunk ennek a megvásárlását. Ez nem csoda, mivel sokszor majdnem a büdzsé felét is ki tudja tenni, csak ez az egy alkatrész. Na de amíg várakozunk abban az egy hónapban, mihez lehet kezdeni? Nos, a Ryzen behozott egy nagyon hasznos technológiát, amit inkább visszahozott, mint sem feltalált. Ez a Prociba integrált VGA. Most sokan felhördülhetnének, hogy ezt már a korábbi generációkban is tudta, miről beszélek egyáltalán. Nos igen, igazatok van, de kizárólag a G-szériás Prociba volt beépített GPU. A sima és X modellekben nem volt semmi, ezen csavalt egyet az AMD, és az új generációkban már van valami. Nem túl erős, de azért valamire csak jó. A korábbi G-szériás modellekben előfordult 7-8 magos GPU is, ezen most egy kicsit visszavettek, és csak egy 2 magos kis egység duruzson az új Ryzen szériában. Ez azt eredményezi, hogy teljesítményben sokkal rosszabb lesz, viszont kb. Csak fele lesz a teljesítmény, nem harmada vagy esetleg negyede. Ha ezek a butított modellek már erre képesek, kíváncsian várom a 7. generációs G-szériás procikat, de addig is nézzük meg, hogy mi kerül a mai konfigunkba. Az alaplapunk egy MSI B650 Tomahawk lesz, ami nyilvánvalóan AM5-ös foglalattal rendelkezik. Elég komoly darab, rengeteg hűtőbordával és csatlakozóval, DDR5-ös RAM foglalatok, temérdek M.2-es csati, és ez konkrétan egy Wi-Fi-s modell 2 antennával. Ebbe fog ide beleülni a mai főszereplünk, a Ryzen 7600X. Ez 6 magos és 12 szálas, és egyenként akár 5,3 GHz-re is képes, gyárilag bármiféle OC nélkül. Ez egy komolyabb videókártya mellett amúgy teljesen jól el van, de a mai videónk lényege, a mai projektnek a szellemisége, hogy nem kerül bele dedikált videókártya, így ezt a szegmensét ennek a videónak ki is hagyom. Egyébként még mindig oda vagyok ezért a dizájnért, de amennyire jól néz ki, annyira szenvedős kitakarítani, ha hűtőpaszta jut a résekbe. Takarékosnak nem mondanám a 105 wattos TDP-jével, de még remélhetőleg nem fogja felfűteni a szobánkat. A leütéséről egy kisebb léghűtő fog gondoskodni, ez egy Arctic Alpine 23-as modell. Ez egy egész kompakt kis darab, fekete rács, fehér lapátok, kis, alacsony, nem fog rekordokat dönteni a hőmérséklet terén, de azért a processzor felfőzésétől sem kell tartanunk. Árban egész barát, és megvan az az előnye, hogy hiába AM4-re lett ez kitalálva, ugyanúgy kompatibilis az összes proci hűtő az AM5 foglalattal is. Ha hosszabb távon szeretnél majd egy ilyen iGPU-s konfigot használni, tanácsos nagyobb hűtőt beszerezni ennél, mert a proci magasabb hőfokokat tud hozni, ha nem csak processzorként használjuk. Memóriából 16 GB fog belekerülni, és ez a kapacitás amúgy jól is fog jönni, révén, hogy a rendszer ebből fogja megoldani a VRAM-ot is. Mindkettő azonos típusú Kingston Fury Beast és DDR5-ösek. Ez megint csak jól jön az iGPU-nak, ezen is sok minden múlhat magán az óra jelen. Simán tud hozni pluszba pár FPS-t, ha kicsit magasabbat választunk. Maga a 32 GB később is elég lesz, ha sikerül szereznünk egy videókártyát, persze bővíteni majd még tudunk az alaplapon lévő plusz 2 slottal. Tároló terén nem bonyolítottam annyira a dolgot. Egy darab A-data Legend 710 M.2-es 1 TB-os SSD-t fogok használni. Kezdésnek végül is elég, és amennyi szabad slotunk van majd később, lehet bele még venni bőven. Nem igazán ajánlanék már egy ilyen modern konfignál 2,5-szoros SSD-t, vagy 3,5-szoros HDD-t esetleg, annyira nem lenne elegáns ebben a gépben. A videokártya részünket ugye itt skippelem is, és jöhet a tápegység. Ez egy FSP Hydro GT Pro lesz, ami 850 wattos és félmoduláris. Kicsit overkill a mostani gépnek, de ha veszünk majd egy újabb RTX kártyát, ott jól fog jönni ez a teljesítmény. Így egész jövőbiztos lesz majd az egész rendszerünk. Rengeteg csatlakozóval rendelkezik, 80 plusz gold hatásfokkal, úgyhogy egy megbízható, hosszú távon használható tápegységünk lesz. Külsőre is pofás ugyanúgy, de sajnos ez el lesz rejtve a tápkameránkban. Ez egy Endorphi ARX 700R modell, és bazi nagy. Könnyen oldható mesh előlapunk van, 5 darab 120 mm-es ventilátor gyárilag, és óriási szellőző nyílások. Odafentre elfér egy 360 mm-es vízütés is akár, és annyira tágas odabent, hogy
örömben beszerelni. A kábelvezetéshez sok gumis nyílást kapunk, és egyszerűen jó ránézni a kis ARX-re. Ha valaki esetleg oda van a stealth vonalért, annak tökéletes lesz, de ha mondjuk több RGB-t szeretnénk, gameresebb külsőt, elérhető ARGB ventikkel is, de azt meg kell jegyeznem, hogy ilyenkor egy ventivel kevesebbet kapunk gyárilag. A ház természetesen jövő biztos ugyanúgy. Később, ha vennénk mondjuk egy hatalmas VGA-t, mint ezt az RTX 4060 Ti, ez is bőven be fog férni, kényelmesen, nem lesz akadálya. De át is néztünk minden hardware-t, most szereljük össze a gépet. Most, hogy készen van a gépünk, jöhetnek a játéktesztek. Hatalmas önbizalomtól fűtve indítottam egy kis God of War-t, és hát az eredmény egy kicsit érdekes lett. Minimum grafikai beállításokon vagyunk, 720p felbontáson, és így se tudtam 20 FPS-nél többet kicsikarni a játéktól. Jól látszik, hogy az iGPU végig 100%-on van pörgetve, 2,2 GHz-es órajellel, és olyan 24-30 wattot fogyaszt magában. A processzor annyira nincs meghajtva, kb. 10-15%-ban van kihasználva, és 40 Celsius fokos hőmérsékleten üzemel végig, ami elég jónak mondható. A fogyasztás önmagában a 40 wattot sem éri el, és órajelben sokszor felmegyünk erre az 5,45 GHz-re is, de csak egy-két mag és szál van megmozgatva igazából. A rendszer memóriánk elég, VRAM-ból csak 0,4 GB-ot kér a játék, ez eléggé játszhatatlan, nem ajánlom senkinek, de nézzünk meg azért még egy heavy-bb játékot, hogy ez hogy tud futni, ez volt a Hogwarts Legacy. Hasonló problémáink vannak, viszont legalább egy játszható élményt ki tudtam belőle hozni. Minimum grafikai beállítások természetesen, 720p felbontás. A játék ezt az átlagos 30 FPS-t végül is tudja hozni, viszont ez be tud zuhanni akár 27-28-ra is, és fölé is tud menni, úgyhogy eléggé inkonzisztens az élményünk. Mikrolagok természetesen vannak, viszont ez annyira nem öli meg a játékmenetet, ezzel nincs gond, és a 30 FPS-t, amikor éppen tudja tartani, egész játszható a dolog. Ahhoz képest, hogy egy iGPU-n fut a játék, szerintem ez jónak mondható, ne úgy nézzétek, hogy egy dedikált videókártyához képest mit tud, ez még mindig egy darab processzor, ami játékokat tud futtatni. Az iGPU fogyasztásra és órajelre kb. Meg is egyezik, nincs olyan nagy különbség az előző játékhoz képest, és a proci kihasználtság itt már fel tud menni akár 20%-ra is, de még mindig alig vannak megmozgatva a magok és szálak. A rendszer memóriája jól látszik, hogy azért belenyúlt rendesen a játék, plusz az iGPU miatt is, 22,6 GB-ot kér az összesen 32-ből, úgyhogy végül is még jók vagyunk, a határokat nem feszegetjük, de egy dedikált videókártyával, sokkal magasabb felbontással és grafikai beállítással, valószínűleg ennél is többet fog kérni a játék. Ha nagyon el vagyunk keseredve, nagyon nehezen telik az az egy hónap, nézzetek rá nyugodtan a Hogwarts Legacy-ra, de óriási kompromisszumokat kell kötni, és ne legyenek nagy elvárásaitok. A következő játék, amit megnéztem, a Fortnite volt, ami már sokkal jobban futott ennél. Teljesítmény alapú renderen vagyunk, Full HD felbontáson, minimum grafikai beállításokon, így tudja hozni ezt az átlagos 70-60 FPS-t. Ez amúgy még egér billentyűzettel is teljesen jó játszható, és óriási különbségek vannak az FPS számban. Van, hogy 100 fölé is simán fel tudunk menni, de van, hogy lemegyünk 50-re is. Mindezektől függetlenül én egy átlagosan jó játszható élményt tapasztaltam ennél, és nagyobb belagolások nem igazán voltak max a játék betöltésénél, és hogyha éppen bementünk egy új épületbe. Ha valaki Fortnite-ozni szeretne, az simán tud videókártya nélkül is, láthatjátok végül is fut a játék. A magok és szálak is maga a proci kihasználtsága még mindig nem lépi át a 20-25%-ot, hőmérsékletben még mindig jók vagyunk ezzel a 41 Celsius fokkal, a fogyasztás is rendben van, és a RAM kihasználtság 11,6 GB, ez kb. Pont ugyanannyi, mint a God of War esetében, jól látszik, hogy ilyenkor a VRAM-ot is ide sorolja, mert ilyenkor általában 7-8 GB-ot szokott kérni a God of War is, meg mondjuk ez a Fortnite is. Látszik, hogy megvan emelve a memória igény rendesen, de hát ez az iGPU miatt van. Fortnite
Lite-ra végül is ajánlom ezt a konfigot így, ahogy van, de később azért videókártyával sokkal játszhatóbb élményetek lesz. A következő játék megint csak nem grafika igényes, ez a GTA 5 online volt, és végül is itt is játszható élményt kaptunk. Full HD felbontás, alacsony és közepes közötti grafikai beállítás, és kb. 40-50 FPS-t kapunk tőle. A RAM fogyasztás teljes mértékben megegyezik a többi játékkal, kivéve persze a Hogwarts Legacy-t, ez beállt erre a betonbiztos 11-12 GB-os fogyasztásra. A proci kihasználtsága még mindig ez a 20%, nem igazán megyünk fentebb egyik játéknál se, itt elég kemény, videokártya alapú bottlenekünk van, idézőjelbe téve, ezért sem tud 20% fölé menni, egy korrekt videokártyával meg tudjátok ezt hajtani rendesen. Ez az átlagos 50-60 FPS végül is játszható, főleg egy ilyen hátulnézetes játéknál, ezzel nem lesz problémátok, nagyobb belaggolással egyáltalán nem találkoztam. Egy korrekt élményünk van a GTA 5-tel is, habár ez egy régebbi játék, tudom, hogy még ma is nagyon népszerű. Az utolsó játék, amit megnéztem, nem kevésbé népszerű cím, mint a GTA 5 online, ez a Chago volt. Itt normál grafikai beállításokon vagyunk, Full HD felbontáson, és egész korrekt FPS számokat kaptunk. 80, 90, néha 100 fölé is felmegyünk FPS-be, ami teljes mértékben játszható még egy ilyen taktikai shooternél is. Tudom, itt a 60 FPS annyira nem elegendő, de végül is, ha nagyon meg vagyunk szorulva, láthatjátok, teljesen játszható élményünk van. A RAM fogyasztás még mindig beállt erre a 12 GB-ra, éppen hogy csak elérjük, úgyhogy tartalékunk van bőven, ezzel nincs probléma. A proci kihasználtsága itt extrém alacsony, kb. 10% alatt vagyunk nagyon sokszor. Hőmérsékletben és fogyasztásban továbbra is jó ez az egész rendszer, ezzel nincs gond. És végül is nagyobb belaggolásokkal itt a játéknál én nem is találkoztam. Eléggé simán futott az egész, szerintem ez köszönheti ennek a nagyon erős processzornak. Tehettek vele egy próbát, simán tudtok cségózni, amíg meg nem jön a videókártyátok. Egyszerre örülök is és szomorú is vagyok. Egyrészt nagyon pozitív, hogy legalább van valami játékra alkalmas dolog ezekben a processzorokban, viszont a teljesítménye kicsit elszomorító. Magára az egyhavi átvészelésre végül is elfogadható, pár esportjátékkal tudtok játszani, de ha hosszú távon akartok ezzel játszani, akkor inkább egy előző generációs G-szériás modellt választhatok. Az körülbelül dupla annyi FPS-t tud hozni minden játékban. Mindezek ellenére jó volt ránézni a 7600X-re játék szempontból, és legalább kaptunk valami Intel-féle iGPU-t, ha nem is olyan erős, mint a G-s modellekben. Szegény 7600X nagyon próbálkozott, de hát ennyire volt csak elég ez a kétmagos kis Radeon grafikus motor. De ennyi is lett volna mára ez a teszt. Mindenhez találtok a leírásban linkeket, a következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok! A csatorna fő támogatója a 4kshop.hu.